lángvágóval vágják szét a régi rácsokat és dobják egy halomba, hogy elszállítsák a többi hulladékkal együtt. Az építkezési terület 44 ezer négyzetméter, mondta a Pannon RTV-nek Nebosa Darabos, a Palics Park Kft. Igazgatója. Kiemelte, a komplexum két különálló részre oszlik. Lesz 5 kinti medence, röklabdapálya, étterem udvarral, zöldövezetek. A meglévő termálmedencét is felújítják, és mellette lesz egy nagy medence és egy kisebb gyermekeknek, valamint további 2 csúszdával. A másik, a fedett rész összesen 3000 négyzetméteres, szintén 5 medencével, spászolgáltatásokkal, szaunával és egyéb felszereléssel. 2 forgatókönyv létezik a véglegesítéshez. Наш план je da obezbedimo sredstva i takav je dogovor sa svim nivoima vlasti sljedeće godine za sve. I a ukoliko to bude slučaj, ukoliko budemo radili sve i otvoren i zatvoren deo odjednom, onda sljedeće godine nećemo ni otvarati ljetnu sezonu ovdje, nego ćemo gledati da 2019. godine završimo apsolutno sve, tako da bismo u zimu ušli potpuno sa svim opremljenim. Mnogo je tu faktora, tako da ne mogu da vam dam direktno odgovore, ali ako bude samo otvorena faza, ona može da se koristi i bez zatvorenog dela svakako. Nincs még egy ehhez hasonlóan jelentős, ilyen jellegű beruházás az országban, húzta alá az igazgató. Egyéb fejlesztéseket is terveznek Palicson. Tavaly a móló egy részét felújították, most a fennmaradt részt állítanák helyre, és a sétányt is, mondta Jubica Bertovics, a Palics Park Kft. Fejlesztési szektorának vezetője. A projekt dokumentációt már kidolgozták. Fokus tokom cele godine i nekog narednog perioda prebaciti upravo na istočnu obalu jezera Palić, pa samim tim smatramo i da staza kao takva mora da bude potpuno uređena. Konkurisat ćemo i nadamo se pozitivnom ishodu kada su sredstva za ovaj projekat u pitanju. A wellness központ és az egyéb fejlesztések nagyban hozzájárulhatnak majd az idegenforgalom és a gazdaság fellendítéséhez. A fedett részben egész évben várják majd a látogatókat, és növekedhet a szállodákban töltött éjszakák száma is Palicson.